Kőkemény pofonok csattanására lehetett figyelmes, aki szombaton a Móra Ferenc Múzeum környékén járt, itt rendezték meg ugyanis első alkalommal a Fesztiválkupa Sun City pofonpartit. A boxvilág ökölvívó képző ese és a Magyar Ökölvívó Szakszövetség szervezésében létrejött gála az első szabadban megtartott rendezvény ebben a régióban, ebben a sportágban. Az ifjú tehetségektől a válogatott versenyzőkig rengetegen ringbe szálltak. Az utóbbi években kevesebb fiatalt vonzott a ring közelébe a sportág, így a pofonparti nem titkolt célja, hogy minél szélesebb körben megismerkedjenek a bunyó szépségeivel, légkörével. A kezdeményezés teljesen új, így nem a gyerekeknek kell elmenniük az edzőterembe, hanem az ökölvívást viszik el a nagyobb városok helyi rendezvényeire. Aki úgy dönt, hogy ezt a sportágat választja, annak kitartónak kell lennie. Úgy látom, hogy van kedvük a fiataloknak az ökölvíváshoz, ugye egy nagyon kitartó, hosszantartó munkát igényel ahhoz, hogy valaki egy komoly eredményt el tudjon érni. Ez ma egy picit azért nehezebb, hiszen olyan világot élünk, hogy mindenki a gyors eredményt szeretné, és viszonylag nagy a lemorzsolódás, de akik megmaradnak és akik komolyan gondolják, azok tényleg nagyon kemény, kitartó munkát végeznek, és ezután az életben is azért használható, hiszen fölkészíti őket arra a civil életben, és egy hosszú, kitartó munka az a szükség ahhoz, hogy valaki sikeres legyen. A szervezők számítása bejött, és egész nap népes közönség buzdította a láthatóan rendkívül motivált harcosokat. Aki idén lemaradt, ne csüggedjen, hiszen már a jövő évi gálát tervezik.